Ebéd után karácsonyi dalokkal szórakoztatták társaikat a Vándorló Szépkorúak kórusának tagjai. Idén is megadták a módját az ünnepre hangolódásnak. A baráti kör már harmadik alkalommal rendezi meg a karácsonyváró összejövetelét azzal a céllal, hogy ünnepi hangulatot teremtsenek azoknak a társaiknak, akik egyedül töltenék a karácsonyt. Öröm a Vándorló Szépkorúakhoz tartozni, mert emberi, szerető és baráti a társaság, mondta ezt Szentes Nándor, aki a kezdetek óta a baráti kör tagja. Ugyanis olyan csapat gyűlt össze itt ebbe a Vándorló Szépkorúakba, ahol tele vannak művészekkel, igazi szakmunkás mesterekkel, a prima szakácsokkal és ilyen vendéglátósokkal, akik segítenek egymásnak. És ebben a csapatban azt is hozzá kell tennem, hogy nagyon sikeres vezetőink vannak. Többek között három szemét emelnék ki. Az egyik a szóvivőnk, aki mindig közreadja, hogy milyen program lesz. A másik, akit úgy hívnak, hogy Nagy Fehér, ez a Zsinka János, mert ő tele lelkesedéssel, és állandóan kell neki mindig újabb és újabb programokat szervezni, és ez neki mindig sikeres, mert ő olyan alaposan jár hozzá a dolgokhoz, mert az ő szakmája kőműves, és a Paksi Atomerőműnél magas darú kezelő volt, és ezt a magas darú kezelőt emelném ki, mert ugye ott fölülről látják a dolgokat az emberek, és ő ezt nem használta ki, hanem alulról a nép szintjén szervezi a dolgokat, de olyan határtalan lelkesedéssel, ami szinte csodálatos. És végül a feleségét emelném ki, aki ennek a csapatnak a háti asszonya, aki egy kicsit rendező, hogy egyensúlyban legyen minden, és ezt ő nagyon ügyesen csinálja. Rül Gizella másfél éve csatlakozott a baráti körhöz. Egy nagyon-nagyon összetartó és igazi családi baráti társaság a Vándorló Szépkorúak, és azt hiszem, hogy öröm közéjük tartozni. Olyan másfél éve vagyok kapcsolatban, két éve a csapattal, de egy nagyon jó érzés itt lenni, és ilyen kedves emberek között lenni. Népes csapat vett részt a karácsonyváró ünnepségen, összesen 55-en jöttek el, hogy eltöltsenek egy tartalmas, élményekben gazdag napot társaikkal. De az év többi részében sem unatkoznak, rendszeres programjaik vannak, ezekről is beszél Zsinka János, a Vándorló Szépkorúak Nagy Fehér főnöke. Az idei év nagyon jó telt, amikor már feloldottak mindenféle korlátozást, egybű a megszokásos havi fürdés Tamásiba, sajnos a Tamási, hogy volt a tragédia, most átettük a székhelyünket Szigetvárra. Azóta már kétszer voltam Szigetvárra, a nyáron voltam kétszer Kiskumajsán, de nagyon-nagyon szép kirándulást tettünk, egy napot töltöttünk el Kiskuhalason, Kiskuhalas nevezetességeit megnéztük. Augusztusban el voltam, minden évben elmegyünk Mária Gyűdre, a zarándoknapra. Augusztus utolsó hetében van a zarándoknap, ott voltunk, el voltunk, Kisfejkén voltunk a székelybúcsón, személyesen találkoztam a püspök úrra, nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy tudtam vele találkozni, és így telik a napunk. Jövőre nagyon nagy terveink vannak, ugyanúgy már megvan az időpont, hogy január 26-án megy a csoport megint Szigetvárra, és akkor majd februárban, amikor lesz a farsang, ha a vírus helyzet, a pandémia azt megengedi, akkor már február utolsó hétvégén, amikor a farsang lezárulna, akkor egy nagyszabású farsangi mulatságot tervezünk, akkor az fog lenni, és akkor utána megjönnek a jó idők, a tavasz, megjön a természet újra ébred, és akkor mink is újra ébredünk, és nyakunkba veszünk a világot, megyünk kirándulni, és jövőre lesz a csoport 5 éves. Június 17-én lesz a csoport, hogy 5 éve, hogy alakult, és akkor egy nagyszabású ilyen jubileumot tervezünk. Sok-sok meghívott vendéggel. Zsinka János azt is elmondta, hogy a jövőben is ugyanabban a szellemiségben töltik a mindennapokat, mint amit az adventi gyertyák szimbolizálnak. A hit, a remény, a béke és a szeretet a társaság hitvallásának alappillérei. Talán ezért is jó közéjük tartozni, mert ahogy ők mondják, egy baráti szó és egy támogató közösség többet ér mindennél.